Árpád történész, a Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársa. A szlovákiai magyarság 1945 utáni történetének kutatásával foglalkozik. Kiemelt szakterülete ezen belül is elsősorban a II. Világháború végén felújított csehszlovákiai nemzetiségi politikája, a csehszlovák magyar lakosságcsere, a csehországi deportálás és a reszlovakizáció történet. Tisztelt polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Előadásom címe Janics Kálmán és a hontalanság évei. Ha ezt a címet papírra vetnénk, a hontalanság éveit akár nagybetűvel, akár kisbetűvel is papírra vethetnénk, ugyanis ugye ez a cím, a hontalanság évei nem csak Janics Kálmán kötetének a címe, hanem azóta szinte fogalommá vált, és ezzel talán Janics Kálmán sem számolt, nem gondolta, a magyar kisebbség háború utáni éveinek, az egész korszaknak a legközkeletűbb, legismertebb megnevezésévé vált. A háború utáni évek történetét közismert, hogy a történetének a kutatását a pártállam egészen 1989-ig nem támogatta, sőt, hogy ez tabu témának számított. Azonban a rendszerváltás után eltelt több mint két évtized lehetőséget adott már arra, hogy ugye a levéltárak megnyíltával a kutatók érdeklődése a téma iránt érdeklődjön, és az elmúlt 25 évben azt lehet mondani, hogy könyvtárnyi irodalma született a hontalanság, az úgynevezett hontalanság éveinek. Számos magyarországi, szlovákiai magyar történész számos monográfiában, tanulmányban és tanulmánykötetben tette közzé kutatásainak eredményét a témával kapcsolatban. Elég csak megemlítenem az itt jelenlévő Vadkerti Katalint, vagy a szlovák történészek közül Stefan Sutajt, a cseh Karel Kaplant, vagy a magyarországi történészek közül Kugler Józsefet, László Pétert. A magyarországi történészeket elsősorban természetszerűen a lakosságcsere témája érdekelte, illetve a Párizs békekonferencia, amelyről többek között Romsics Ignác jelentetett meg monográfiát. A szlovák történészek, illetve a szlovákiai magyar történet tudomány pedig ugye hát önálló kötetekben dolgozta föl a lakosságcsere, a reszlovakizáció és a deportálások történetét. Most az utóbbi két évtizedben a monográfiákon, tanulmányokon kívül számos visszaemlékezés született, számos dokumentumgyűjtemény, számos tanulmánykötet, úgyhogy azt lehetne mondani egy kis jó indulattal, hogy akár több könyvtárat is meg lehetne tölteni a témával foglalkozó szakirodalommal. Na most Janics Kálmán elévülhetetlen érdeme viszont, hogy még abban az időben jelentette meg monográfiáját, a hontalanság éveit, a magyar kisebbség háború utáni megfurcoltatásáról, amikor ezt még úgymond nem volt tildomos foglalkozni ezzel a témával, sőt, egyenesen tilos volt. És tehát azt lehet mondani, hogy ugye ő hivatására nézve orvos volt, tehát a történészeket is megelőzve úttörő szerepet vállalt, és elsőként vállalkozott a magyar kisebbség háború utáni sorsának a monografikus feldolgozására. 1965-ben megjelent ugyan már egy kötet a témával kapcsolatban, ez Juraj Zvara szlovák történésztől származik, aki 65-ben magyar nyelven, majd pedig 1969-ben szlovák nyelven jelentette meg a Magyar Nemzetiségi Kérdés Megoldása című kötetét. Ez azonban hát ideológiai terheltsége mellett nem nagyon adhatott objektív képet a háború utáni történésekről. Na most, ami Janics Kálmánt illeti, ő publicisztikával a prágai tavasz idején jelentkezett, és a magyar nyelvű lapokban, többek között az Újszóban, az Irodalmi Szemlében, a Hétben, 68-69 folyamán sorra jelentette meg a magyar kisebbség háború utáni sorsával, sőt, egyáltalán a nemzetiségi kérdéssel foglalkozó tanulmányait, írásait, tényfeltáró cikkeit. A huszáki normalizáció a 70-es évek elején publikálási tilalommal sújtotta Janicsot, tehát a hazai csehszlovákiai sajtóban többé 1970-71-től már nem publikálhatott. Magyarországon jelent meg még egy-két tanulmánya,
a 70-es évek elején, majd pedig a 70-es évek közepén, a 80-as években néhány nyugati emigráns sajtótermékben jelentek meg az írásai, de idehaza, mint mondtam, egyszerűen, tehát bezárultak a kapuk Janics Kálmán előtt. Saját bevallása szerint a 70-es évek közepén érlelődött meg benne az a gondolat, hogy fel kellene dolgoznia a háború utáni évek történetét. A 70-es évek közepén Janics úgy látta, hogy a egyre jobban berendezkedő huszáki normalizáció ismét igyekszik elhallgattatni, illetve tabuizálni a háború után történteket, sőt kezdi egyre inkább pozitívabban értékelni Csehszlovákia háború utáni kisebbségpolitikáját. És ekkor 1977-ben fogott hozzá Janics könyve kéziratának az összeállításához. A nyersanyagát azok a sajtócikkek képezték, amelyeket ő tudatosan gyűjtött 1945 után, a szlovák sajtót, a cseh sajtót, és részben a magyar sajtónak a cseh és a szlovák politika magyar ellenes megnyilvánulásaival foglalkozó cikkeit félretette, archiválta, és gyakorlatilag ezek a cikkek alkották a hontalanság éveinek az elsődleges forrását. 1977. márciusában látott munkához, 3-4 hónapon keresztül saját állítása szerint napi 3 oldal terjedelmű kéziratot sikerült elkészítenie. Ezekből láthatnak a kiállításban néhány példányt. Úgyhogy 1977. augusztusára készült el a könyvének a kézirata. Ezt még ugyanennek az évnek az őszén, tehát 77 őszén eljutott a Budapestre, ahol többek között Illyés Gyula és Csóri Sándor is tudomást szereztek a kézirat létéről, és megkérték Janicsot, Janics Kálmánt, hogy juttass el számukra is a kéziratot. Mindeközben tudni kell, hogy Janics Kálmán megkísérelte azt is, bár nyilvánvalóan erre nem volt sok esély, hogy megpróbálja Csehszlovákiában kiadatni a művét, és a kötetnek a kéziratát eljuttatta a pozsonyi Madács könyvkiadóhoz is, még 1977-ben. De természetszerűen ennek a legcsekélyebb esélye sem volt, hogy megjelenjen. Maga a Madács akkori igazgatója közölte Janicssal, hogy a tartalma miatt egyszerűen lehetetlenség, hogy ezt a könyvet Csehszlovákiában kiadják. Sőt, mindezeken túlmenően már 1977-78 folyamán megfigyelés alá helyezték Janics Kálmánt, részben a készülő könyvének a kézirata miatt, részben a nyugati sajtóban megjelent a Csehszlovákiai Magyar Nemzeti Kisebbség című tanulmánya miatt. Ez egyébként az új látóhatárban egy müncheni emigráns magyar folyóiratban jelent meg, amelyben meglehetősen kritikusan értékelte Csehszlovákia nemzetiségi politikáját és a csehszlovákiai kisebbségek helyzetét. Tehát a hatalom megfigyelése alá helyezte Janics Kálmánt, és megpróbálta erkölcsileg és emberileg is ellehetetleníteni. Már 1978 folyamán, márciusában elbocsátották Jolsvai orvosi állásából. Ő a háború óta, 1945 óta Jolsván volt először magánorvos, majd tehát orvosi állása volt Jolsván. Elbocsátották Jolsvai orvosi állásából, illetve arra kényszerítették, hogy kérje nyugdíjaztatását. Akkor költözött vissza a szülőfalujába, ugye Vágkirályfára. Magát az új szót is bevonták a Janics Kálmán elleni kampányba, és már 1977-ben felszólította a pozsonyi pártközpont az új szót, hogy reagáljon Janics Kálmánnak a nyugati sajtóban megjelent tanulmányára, és mutasson rá Janicsnak az úgynevezett reakciós voltára. Azonban ezt követően a lap által elkészített cikkek másfél éven keresztül nem nyerték el a pártállamnak, a pártközpontnak a tetszését. Maga Rabai Zoltán, aki abban az időben az új szónak a főszerkesztője volt, közölte egy beszélgetés alkalmával a pozsonyi magyar főkonzulnak 1977. novemberében, hogy Janics tanulmányával nehéz vitába szállni,
ugyanis a cikkben leírtak a tényeken alapulnak, és Janics írásában sok az igazság, és az új szónak elképzelése sincs, hogy mit és hogyan lehetne cáfolni Janics tanulmányában. Most ilyen előzmények után, végül másfél év elteltével, 1979. január 24-ként jelent meg a Janics Kálmánt támadó cikk az új szó hasábjain, ezt szintén megtalálják egyébként ugye a kiállított újságkivágások között, amely valótlanságok hangoztatásával támadta egyrészt Janicsnak a publikációs tevékenységét, másrészt pedig, hát a korban jól bevált szokás szerint, anélkül, hogy állításait cáfolta volna, erkölcsileg és emberileg igyekezett lejáratni Janics Kálmánt. A lap cikkírójának a kiléte egyébként a mai napig tisztázatlan ismeretlen, a Szatmári Ádám álnevet használta. Most ez a bizonyos Szatmári Ádám burzsoá nacionalistának, antikommunistának, irredentának, sőt nyilasnak bélyegezte Janics Kálmánt, aki úgymond a chartisták példáját követve, és most idézem, szocialista ellenes koholmányokat továbbít az antikommunista és az emigráns központoknak. Most ilyen előzményeket követően jelent meg a Hontalanság évei című monográfia a berni székhelyű Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetem kiadásában 1979. októberében a nyugat-németországi Münchenben. A nagy visszhangjához természetesen a tartalmán kívül hozzájárult az is, hogy előszavát Íj és Gyula írta, azaz Íj és Gyula, aki a korabeli Magyarország megkérdőjelezhetetlen tekintélyű ugye, író fejedelme volt, és ezt most természetesen pozitív értelemben értem, hogy író fejedelme. Most Janics Kálmánnak és a kötetének az elsődleges érdeme, amit már utaltam rá, az, hogy elsőként vállalta a magyar kisebbség háború utáni történetének a monografikus feldolgozását. Levéltári kutatásokra természetesen nem támaszkodhatott, ugyanis arra nyilvánvalóan nem volt lehetősége, hogy az ország levéltáraiba beengedjék. Tehát kötetének az alapját azok az szintén már említett újságkivágások alkották, amelyeket ő tudatosan gyűjtött a háború utáni években, illetve a létező, meglehetősen csekély, de azért valamiféle létező cseh és szlovák, illetve részben magyar szakirodalom, illetve főleg dokumentumgyűjtemények, amelyek a kor történelmével foglalkoztak. A jelentőségét pedig mindezeken túlmenően az adja a kötetnek, hogy az 1989-es rendszerváltásig más szakirodalom hiányában gyakorlatilag az egyetlen tájékozódási lehetősége volt a téma iránt érdeklődőknek, és ráadásul azóta is, tehát a rendszerváltás óta eltelt időszakban is azt lehet mondani, hogy megkerülhetetlen azoknak a kutatóknak a számára, akik a témával szeretnének foglalkozni. Most hazai terjesztését természetszerűen a pártállam lehetetlenné tette, egyszerűen szamizdat irodalomként terjedt a kötet, nagyon nehéz volt hozzájutni. Megkurcolta a hatalom Janics Kálmánt is, a későbbiekben is. Úgyhogy 1989-ig, tehát a rendszerváltási gyakorlatilag folyamatosan megfigyelés alatt tartotta. A műve akkora tekintélyt kölcsönzött a számára, hogy a csehszlovákiai magyar ellenzék egyik kiemelkedő képviselőjeként tartották őt számon. Mi lett a monográfiának a sorsa? Ugye az első kiadása, mint említettem, 1979-ben jelent meg Münchenben. Ezt követően 1982-ben angol fordításban is megjelentették New Yorkban. Majd pedig Magyarországon a rendszerváltás évében 1989-ben jelenhetett meg, tehát ez volt a második magyar kiadása. Szlovákiában, illetve Csehszlovákiában elsőként pedig 1992-ben a Madács, a Pozsonyi Madács könyvkiadóban látott napvilágot, tehát ez volt a harmadik magyar nyelvű kiadása, és az első szlovákiai kiadása a Janics kötetének. Két évvel ezt követően, 1994-ben a budapesti Püski kiadónál szlovák fordításban is megjelentették, Roky bez domoviny címmel. A szlovák kiadás előszavát Miroslav Kusi jegyezte, és az előszóban Kusi megdöbbenésének adott hangot, hogy egyáltalán meglepődött, hogy
Ő mindezidáig sem Janis Kálmán nevét nem ismerte, sem a kötetet nem ismerte, sőt, semmilyen lexikonban, semmilyen bibliográfiában, semmilyen, tehát a szakirodalom, a témával foglalkozó szakirodalom jegyzeteiben nem találkozott Janis Kálmán könyvével. És hát ehhez kapcsolódva csupán sajnálattal tudjuk leszögezni, hogy ezt követően is szlovák nyelvű szakirodalomban nagyon ritkán találkozunk azzal, hogy hivatkoznának Janis kötetére. Most a szlovák nyelvű fordítás nyilvánvalóan azzal a céllal készült, hogy a szlovák olvasó számára is ismerté, olvashatóvá tegye Janis Kálmán művét, tehát akár a szlovák nyilvánosság, akár a szlovák szakma előtt. Ezért mi is talán, ismét csak utalva az előbbi szavaimra, sajnálattal tudjuk megállapítani, legalábbis én úgy érzékelem, hogy nagy visszhangja nem volt, és ismét utalnék Vadkerti Katalin trilógiájára, ugye, amelyet szintén lefordítottak szlovákra, tehát azt lehet mondani, hogy visszhangtalan maradt a szlovák szakmai körökben, tehát vagy nem érte el azt a visszhangot, amit talán reméltek tőle, és csak remélni tudjuk, hogy ha esetleg bekövetkezik egy újabb magyar nyelvű kiadása, netán egy ismételt szlovák nyelvű fordítása, tehát hogy ismerté válik a szlovák szakmai körökben, vagy ismertebbé válik a szlovák szakmai körökben is Janis Kálmánnak az említett kötete, illetve egyáltalán a munkássága, és talán hozzájárul ahhoz, hogy a szlovák, akár a szakmai, a szlovák történész szakma, vagy ennek nyomán pedig a szlovák politikai elit részéről valamiféle hajlandóság legyen a cseh és szlovák politika háború utáni kisebbség politikájának valamiféle árnyaltabb értékelésére vagy átértékelésére. Én köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, hogy meghallgattak.